másod, Várnába indulás előtt, resti. És közben megsérült a memóriakártya, mert össze-vissza voltak rajta az adatok, most leformáztam. Reméltek, sikerült leventeni a tegnapi tervést. Na, ez Éruszén, után már Bulgárföldön vonat. És még kb. Egy olyan 6 óra és megérkezünk Várnába. 14 óra 24 van most, nagyjából 20 óra 40 körül megérkezünk. Közben haladunk. Ja, közben ott van a hosszabbító, éppen bele van dugva pár ezer dolog, de a laptopnak is van egy saját korrektor. Bele van dugva pár ezer dollár. Hát a dolog, hát dollár az nem. De a hatos hosszabbító az jól jött már egy párszor. Lehet lagzival csizni az áramot. Sörünk is van még, bőven, úgyhogy ezzel ki fog tartani Várnáig. Hogy ezt tolják majd ránk, vagy ezt tolják be ide. Köszönöm szépen!
sem volt. Átszállás. Elvileg nekik van első. Fülkés kocsi. Itt vagyunk most. Viszont azt kikapcsolom alatt. Ja, viszont ezzel elvileg már Várnáig tudunk menni. Hát, jó, még el sem indultunk. Na. És mindjárt megkeresem a maradék söreimet. Bedobjátok a kukába. Ja, sikerült a fülkét befoglalni. Ezek a jó pálya állapotok. De most ide a kamerát elővettem, már megjavult. Majd még se. Na majd most. Limbo intro. Elektricska. Köszönöm.
Hihetetlen megérni ezt a fotót, nem hiszem el. Next day. Na, akkor Peti felszáll. Ezek a mieink. Hát ez nagyon. Álljál most. Na, milyen volt? Ez rosszabb volt, mint durvább volt, mint azt a felekséget. Lehetett valami, hogy üvöltök?